A vér olyan folyékony szövet, amely sejtekből és egyéb alkotó részekből áll, és mely előállítása a tudomány mai állása szerint nem lehetséges. Az élete nélkülözhetetlen elemét az emberi vért csak az emberi szervezet képes megtermelni. Mivel semmivel sem pótolható, és évente körülbelül 500 ezer beteg szorul vérre vagy vérkészítményre, a véradás nélkülözhetetlen. Az idei év első hónapjában makon is kevesebben keresték fel a véradó állomást. A rendszeres segítők mellett az új véradókra is nagy szükség van. Ide mindenki jöhet, aki betöltött 18. életévű, illetve 65 évnél nem idősebb. Ö, nagyon szeretnénk fölhívni a véradók figyelmét, illetve akik új véradóként jelentkeznek. Személyigazolvány, lakcímkártya, tajkártya ezek az alapvető okmányok, illetve nagyon sokan nem tudják azt, hogy ö, a véradáshoz bőséges reggeli és bőséges folyadékfogyasztás szükséges, hiszen ez nem laborvizsgálat, hanem ez véradás. A véradás amellett, hogy közügy, egyéni haszonnal is jár. A véradók rendszeres orvosi vizsgálatban részesülnek, így bármilyen betegségről, problémáról időben értesülnek. Emellett apró ajándékokkal, tombola nyereményekkel is jutalmazzák a jótékonykodókat, mint például fürdőbelépővel a makói hagymatikumba. A Magyar Vörös Kereszt közleményében arra kért mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, hogy vegyen részt a január-február folyamán országszerte szervezendő több száz véradás valamelyikén. Ezek helyszíne és időpontja megtekinthető a képernyőn látható honlapon. Makón és a kis is számos alkalommal adódik lehetőség a víradásra, többek között Földeákon, Apátfalván, Pitvaroson és Nagyéren.